Az Úr legyen veled, Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus beszélni kezdett a zsinagógában. Ma beteljesedett az írás, melyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben, Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedte. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, most hallott 3 szentírás idézetben, mind a 3-ban előkerül egy különleges szó, ez pedig a prófétaság. Jeremiás próféta így szólt, pontosabban ő általa az Úr, neki mondta Jeremiásnak, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek, mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Szent Pál is beszél a prófétaságról, azt mondja, hogy a prófétálás véget ér, mert töredékes, a szeretet viszont ezzel szemben nem szűnik meg soha. Természetesen ezzel Szent Pál nem akarja a prófétálást valami értéktelen, haszontalan dolognak minősíteni, hanem csak elhelyezi a rangsorban, alárendelve a szeretetnek. Szent Lukács evangéliumából is hallottunk egy részletet, egy olyan epizódot, amikor Jézus Názáretben, a zsinagógában egy beszédet tart, és itt is szóba kerül a prófétaság, ő maga mondja, hogy a próféta nem kedves a saját hazájában, vagyis nem hallgatnak rá az otthonában, és idéz 2 ószövetségi prófétát. Hát láthatjuk tehát ebből a 3 szentírási részből, hogy ez a kifejezés most így előkerül, egy picit járjuk ezt körbe. A próféta, vagy héber szóval nabi, azt jelenti, hogy látó, Isten szavának a hirdetője, a hitelesített hordozója az isteni kinyilatkoztatásnak. Isten vezeti a próféta személyét, és hitelesíti a tetteit a csodák által. Úgy is mondhatjuk, hogy egy vallási forradalmár, akinek azonban nem csak a vallási élet számára van valami radikális új mondani valója, hanem társadalom kritikai üzenete is van. Jézus Krisztus a voltaképpeni próféta,
Ő maga az isteni önközlés és annak kimondása. A prófétaság mindig hozzátartozik az egyházhoz, ha nem is olyan mozzanatként, amit igazán intézményesíteni lehetne. Az első néhány évszázadban az ókori kereszténységben még úgy mondhatnánk, ha nem is szó szerint intézményesített formában, de nagyon is határozottan a proféták röngye jelen volt. Ezt láthatjuk az apostolok cselekedeteiben is, amikor például összegyűlnek az apostolok imádkozni, és odahívják a prófétákat is, a közösségnek azokat a tagjait, akik ezzel a különleges isteni adománnyal, karizmával rendelkeznek, és ők is elmondják, hogy hogyan folytassák az evangelizáció munkáját. Például a 15. fejezetben az apostolok cselekedeteiben, 32. fejezet, Júdás és Szilás pedig, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel vigasztalták a testvéreket, és megerősítették őket. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az első keresztény gyülekezet életében, pontosabban itt még nem keresztény gyülekezetnek nevezhető, hanem az a zsidó csoport a zsidóságon belül, akik hiszik, hogy Jézus a Messiás. Szóval közöttük vannak olyan személyek, akik különleges módon érzékenyek arra, hogy mit mond, mit gondol Isten. És ezt ők közvetítik a többiek felé, például úgy, hogy tanítanak, mondanak valamilyen magerősítő, vigasztaló szót a testvéröknek. Később az egyház történelemben ez már így tulajdonképpen egy szolgálatként nem maradt fönn, hanem azok a személyek, akiket mi most úgy tisztelünk, hogy szentek, ők voltak azok, akik egy-egy korszakban valami nagyon látványosat tudtak végbevinni az egész egyház javára. Tehát a proféták olyan emberek, akik eredeti tisztaságában hirdetik az egyháznak Isten és Jézus Krisztus valóságát a lélek erejében, karizmával. Egész egyszerűen, hogyha a proféta megnyilvánul a tetteivel, a szavaival, akkor ott az emberek azt érzik, hogy hát tényleg van Isten. Hát tényleg ez az egész igaz. A proféta hangoztatja és érzékelteti Isten gondolatait és szándékait. Hirdeti azt, hogy mit kell megváltoztatnunk a jelenben, és olykor hírt ad a jövőről is. A legfőbb proféta, ahogy már mondtam, maga Jézus Krisztus, aki minden proféta fölött áll, hiszen ő maga az Isten küldötte, és személyében az Isten igéje. Ő nem csupán a hierarchia által tölti be a prófétai küldetését, vagyis azt, hogy Isten szava elhangozzon, nem csak a hierarchia által, nem csak a püspökök és a papok rendelkezhetnek ezzel az erővel, ezzel a tudással, hanem a világi hívek is. Jézus Krisztus tanúnak állítja a világi hívőket ebben a világban, hogy a hit érzékével és a szó kegyelmével hassanak oda a világra, hogy megtérítsék a körülöttük lévő embereket. Azonban arról is beszélni kell, hogy időnként a profécia tévedéssel keveredhet. Most mondhatunk ilyen példákat a történelemből, amikor egy-egy nagyhatású személyiség, akit később az egyház szenté avatott, mégis valami nagy tévedést tanított. Volt olyan, hogy több pápa
uralkodott egyszerre Európában, hát nyilván mindegyik nem lehetett egyszerre érvényes, akár kettő és három is, és a tanácsadóik között később szenté avatott személyek voltak, és hát nyilván az egyik szent az egyik pápát támogatta, a másik szent meg a másik pápát, vagyis a profécia összekeveredhet a tévedéssel, sőt még csődöt is mondhat, egészen betemetheti az eleve adott vallási szituáció. Ilyenkor lehetetlen a proféciát egészen tisztán elkülöníteni a környező vallási romlottságtól. Nyilván az egy nagy vallási romlottság volt, amikor a katolikus egyházban ilyen nagy szakadás volt, hogy egyszerre több pápa uralkodott. Ilyenkor maga a proféta is szenved, attól a zűrzavartól és káosztól, ami van. Ez a szenvedés megtisztíthatja a proféta hozzáállását, hogy odafigyeljen arra, hogy a szeretet a legfontosabb, az engedelmesség, a hűség, a kitartás Isten iránt. Vannak azonban hamis proféták is, ebben az esetben nem arról van szó, hogy az igaz proféta üzenete eltorzul amiatt, hogy a hallgatóság nem érti, elutasítja, hanem kifejezetten vannak hamis proféták, akik nem az egyházi tekintéllyel összhangban tanítanak, élnek. Ilyen hamis proféták lehetnek azok a személyek, akik úgy tüntetik fel magukat, hogy ők például jósok, vagy valamilyen vallási tanítók, esetleg ezt pénzért teszik, és eljárnak hozzájuk az emberek, ez a vallási babonaság egyik formája, bálványimádás, súlyos bűn, egy hitű katolikus ember egyáltalán nem szabad, hogy elmenjen jósokhoz, vagy ilyen hamis profétákhoz. Valahogy legyen bennünk egy érzék, egy belső megkülönböztetés, hogy ráérezzünk arra, hogy mi az igazság. Tulajdonképpen a proféta küldetése, szerepe azért van, hogy elhangozzon az igazság. Minden megkorosztalt ember, amikor a keresztség szertartásában krizmával fölkenik, akkor hármas küldetést kap, papi, profétai és királyi küldetést. Most a papi és királyi küldetésről annyira nem akarok beszélni, maradjunk a profétaságnál. Tehát te is arra vagy hivatott, hogy az igazságot közvetítsd abban a környezetben, ahol te élsz. Ez lehet a munkahely, lehet az iskola, a család, egyszerűen ott, ahol éljük nap mint nap az életünket. Mondok néhány keresetlen példát. Munkahelyen egy munkaadó, egy főnök nagyon igazságtalanul elbánik az egyik dolgozóval, és te ott vagy, tanulja vagy ennek az esetnek, és megszólal a lelkiismereted, és érzed magadban a fölháborodást. Kicsit ez a profétálás összefügg, ha nem is minden esetben, de összefügg egyfajta ilyen lelki belső földindulással. Hogy azt érzem, hogy hát ez nem igazság. Ma kellene szólalnom. Babics Mihály írja azt, hogy vétkes akkor cinkos, aki néma. Na most ilyenkor te ott a munkahelyen kockáztatod akár a saját magélhetésedet, azt, hogy ott maradhatsz-e, ha szönbe szállsz az igazságtalan munkaadóval. Persze most nem kell sztereotípiában gondolkodni, hogy csak a munkaadó lehet igazságtalan, hiszen lehet éppen igazságtalan a munkatársad is, aki valamit el akar lopni, vagy te láttad, tanúsíthatod, hogy tényleg valamit ellopott a munkahelyről, vagy más bűnt követett el, akkor te hallgatsz, vagy éppen fölvállalva a konfliktust, fölvállalva a feszültséget, adott esetben a kárt, amit te ebből szenvedsz a jövőben, kimondod az igazságot.
elmondod azt, hogy ez így nem tisztességes eljárás. Sőt, mi több, maradva kicsit még színezve a történetet a munkahelyi példánál, meg fenyegeted azt a munkatársat, vagy a munkaadót, hogy feljelented őt a rendőrségen, vagy a munkaügyi bíróságon, vagy megfelelő hatóságot értesíted, hogy legyen egy eljárás. Ezok nyilván nagyon szélsőséges esetek, de azért nap mint nap érezzük azt, amikor emberek között vagyunk, hogy mindenkinek van valami kis eltérése, amiben esetleg valaki trágárul beszélt, vagy káromkodott. Most te ezt úgy eltűröd. Tehát a próféta az a személy, aki nem tűri az igazságtalanságot, nem tűri azt, hogy az Isten ügye sérelmet szenvedjen, hanem ő az egyházi tekintélyed összhangban igenis kimondja azt, ami jogos és igazságos. Aztán lehetne példát hozni a diákok életéből, az iskolában, vagy a közéletben, a kultúrában, a társadalomban. Hány és hány olyan helyzet van, amikor nyilvánvaló hazugságok, gonoszságok történnek, és te erről tudomást szerzel. És hát nyilván az emberi társadalom úgy épül föl, hogy emberekből, akik tehetnek jót, tehetnek rosszat, másokat bűnbe vihetnek a rossz példájukkal, tudatosan bomlaszthatják a társadalmat, vagy éppen tudatosan építhetik pozitívan a kultúrát. Az igazi próféta vigasztal, buzdít, adott esetben titkokat tár föl, megerősít. Ez tehát a prófétaságnak most így röviden, tömören az összefoglalása. Egy olyan személy, aki érzékeny, aki ápolja az Isten kapcsolatát, és nem szégyelli ezt fölvállalni, megmutatni, vállalva adott esetben a feszültségeket, konfliktusokat. Nagyon fontos az, hogy ne veszítsük el a prófétai, lelkiismeretes hozzáállásunkat. Nagyon nagy érték, akár egy családban, kisközösségben, faluban, városban, nyilván országos szinten, vagy világszinten, nagyon nagy érték, nagyon nagy kincs az az ember, aki eredeti tisztaságában látja az igazságot, és azt kimondja, megcselekszik, megmutatja a többieknek. Hiszen az igazság, az nem csak úgy lárpullár önmagáért van, hogy hát elhangzott, hanem az igazság az élet miatt van, és leginkább az örök élet miatt. Jézus Krisztus azért jött, hogy az igazságra vezessen minket, hogy fölrázzon minket, ne hagyjuk magunkat becsapni, ne hagyjuk azt, hogy a gonosz lélek a sötétség birodalmában tartson minket. A vértanúk azok, akik igazán az igazság prófétái, akik az életük árán is ragaszkodtak ahhoz, hogy megmentsék a többieket. A prófétában van egy ilyen lelkület is, hogy maga akarja menteni Isten ügyét, és maga akarja menteni az embereket. Ma Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja van, az ő közbenjárását kérjük majd a mise után az áldásban. Nyilván Szent Balázs püspök és vértanú például a maga korában egy ilyen próféta volt. De a mi korunkban most is vannak ilyen nagyszerű emberek, akiket követhetünk, fölnézhetünk rájuk. Lehetnek ők akár a papi rendben, az egyházban, mint például Ferenc pápa, vagy más nagyszerű, kiváló tanítók az egyházban. Én ilyennek tartom, azt hiszem mindannyian mondhatjuk, hogy egy nagyszerű, kiváló próféta, például Bőte Csaba Ferenc, egy szerzetes,
De lehetne sok szép példát még sorolni, akikről érezzük, hogyha megszólalnak, oda kell rájuk figyelnünk, mert a szavuk az világító fákja abban az egyébként zűrzavaros korszakban, ami hát végül is mindig jellemzi a világot, nem egyedi az, ami most van. Mindig is volt szellemi zűrzavar, hiszen az ördög is hirdeti a maga hazugságait. Kedves testvérek, talán ezt a gondolatsort így lekerekítve, összefoglalva, egy olyan lelkiismereti kérdést tehetünk fel magunknak: mennyire vagyok én magalkuvó típus? Mennyire vagyok én igazságot kimondó? Mennyire vagyok olyan, aki meri vállalni a szenvedést azért, hogy nyilvánosan és erőteljesen Isten országának ügyei előre haladjanak? Mennyire vagyok becsületes, tisztességes? Mennyire vagyok korrekt? Mennyire vagyok olyan, aki fontosabbnak tartja az igazságot önmagánál, a saját jó hírénél is akár, hiszen sokszor az igazságot kimondó személyeket később megrágalmazzák, meg próbálják befeketíteni, de ha mindvégig kitartanak, végül majd a történelem igazolja őket, és leginkább az Úr fogja őket igazolni az utolsó ítéleten. Ámen. Valljuk meg hitünket, hiszek az egy Isten.